Halus András professzorul a Minden Tudás Egyeteme kapcsán tartott egy előadást Egészség a génjeinknek címmel. Molnár 9/1. Ez az előadás arról szól, hogy a külső környezeti tényezők, az életmódunk hogyan befolyásolják a mi genetikánkat, illetve hogy hogyan tudjuk a betegségek megelőzésére használni azokat az információkat, amelyek a génállományunkról születnek. Molnár 20/1. A kedves páciensünknek sajnos két rövid alléja van. Ez azt jelenti, hogy ő nagyobb valószínűséggel reagál depresszióval a negatív életeseményekre. Vannak olyan betegek, akik bűntudatot éreznek amiatt, hogy depressziósok. Az ő esetükben a genetikai vizsgálat mintegy feloldozást jelent, hiszen tudják, hogy nem kell szégyelni ezt a betegséget. Nem csak arra jó ennek a génnek az ismerete, hogy megismerjük, hogy milyen valószínűséggel, hogyan reagálunk a külső környezeti tényezőkre, hanem arra is jó, hogy megjósolja nekünk, hogy egyes gyógyszereknek milyen hatása várható. És abban az esetben, hogyha valakinek két rövid alléje van, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy rossz lesz a terápiás válasza ezekre a gyógyszerekre, és ez már átvezet bennünket a személyre szabott orvoslásnak a témakörébe. Használt gyógyszereknek körülbelül 30-50%-a hatástalan. Hatástalan gyógyszerekre költött összeg körülbelül 350 milliárd forint. Úgy gondolom, hogy ez a szám önmagában is indokolja, hogy miért nem fontos a személyre szabott orvoslásnak a kutatása. A Semmelweis Egyetem kutató egyetemi projektjének az egyik fő célja a személyre szabott orvoslással kapcsolatos kutatásoknak a támogatása. A saját területemről, a neurológiáról is tudok példát hozni. Biztos mindenki számára jól ismert, hogy a stroke prevenciójában alkalmazunk véralvadásgátló gyógyszereket. A trombocita agregáció gátlók közül a clopidogrel egy nagyon gyakran használt gyógyszer. Ma már tudjuk, hogy ennek a clopidogrelnek a gyógyszer metabolizmusában szerepet játszó enzim egyik génjének a variánsa olyan metabolitot fog eredményezni, amely ahelyett, hogy védené a beteget a cerebrovaszkuláris, kardiovaszkuláris betegségek ellen, éppen szívinfarktusra fogja őt hajlamosítani. Magyarországon mi végeztünk vizsgálatokat, egy nagy populációs vizsgálatot, ahol 500 betegnek, illetve kontrollegyénnek a DNS mintáját megvizsgáltuk, és azt találtuk, hogy 12,8% annak a génnek a jelenléte, amely a mellékhatásra hajlamosít. A kutató egyetemi pályázatunknak nem csak az a célja, hogy a laboratóriumokban kutassuk, hanem az is célja, hogy tanítsunk. Tanítsuk az orvosokat, akik a betegekkel találkoznak, egy újféle szemléletmódot sajátítsunk el velük, tanítsuk az orvostan hallgatókat, és tanítsuk a laikusokat, hiszen nekik is meg kell érteni, hogy milyen nagy a jelentősége a genetikai vizsgálatoknak, milyen nagy a jelentősége annak, hogy minél hamarabb megismerjük a betegségeket, minél korábban tudjuk kezelni őket, és ha kezeljük, akkor a számukra a legoptimálisabb gyógyszereket válasszuk ki, és ehhez elengedhetetlenek a genetikai információk.